Jó, hogy itt vannak velünk, minden jót mindenkinek. A Kultúrcseppek Délpestről ezúttal meginvitálja önöket egy bensőséges és sok szempontból tovább gondolásra késztető eseményre jelesül a Kőbányán Szent László napi ünnepség sorozat részeként tartott díjátadásra. A publikumnak alkalma volt eltűnődni például a nemrég elhunyt Moldova György munkásságának jelentőségén, Szent László király egyéniségének példakép üzenetén, az idei Szent László díjas Solymosi Tari Emőke munkásságának gazdagságán, vagy a Kőbánya díszpolgárának választott Hodász István történetén, amely érzékelteti, milyen vállalati kultúra elvei vezérlik egy felső szintű top menedzser napjait. Szóval tartsanak velünk, de mindenek előtt hírcsokrunk következik. A Magyar Állami Operaháza Csillagóra évadzárógálán jutalmazta az eltelt évad legkiemelkedőbb művészi teljesítményeit. Összesen 24 bemutató, 78 cím, 436 nagytermés, 42 kamara előadás, valamint több mint 260 gyermek és ifjúsági program szerepelt a Dalszínház elmúlt esztendei programjában. Ez volt az újranyitó évad. Közülük soknak a kőbányai Eiffel műhelyház adott otthont. Spanyol versenyen lett első helyezett a Symbiosis 5 jazz formáció. A Zeneakadémia jazz tanszékének közelmúltban végzett növendékeiből álló együttes megnyerte a Getco Nemzetközi Jazz Fesztivál versenyét. Drippei Máté, szaxofonos Gyányi Tamás, Bőgős Kapolcsi, Szabó Levente, billentyűs Majsai Roland dobos és Virág Benedek basszusgitáros ötöse azon a megmérettetésen diadalmaskodott, amely a rendezvénysorozat műsorának részét képezte. A nyereményük pénzjutalom mellett az, hogy egy lemezt is készítenek nekik a döntőben elhangzott dalaikból. Népművészeket, iparművészeket vár a Csili. Augusztus 20-án a Szent István nap a Kossuthiban című kulturális rendezvényre és kézműves vására várják kézművesek, népművészek, iparművészek, kézműves élelmiszer készítők jelentkezését Pest Erzsébeten és a szomszédos területeken élő és alkotó népművészeknek, iparművészeknek kínálnak lehetőséget kézműves munkáik bemutatására és értékesítésére, valamint lehetőséget kínálnak azon kereskedőknek is, akik a rendezvény hangulatához méltóan illeszkedő portékát árusítanak. Egy évente megrendezett kerületi ünnepség esetében fenyeget az a veszély, hogy egy idő után elfogynak az eredeti ötletek, és a protokoll veszi át a tartalom helyét. Nos, Kőbányán sikerült elkerülni ezt a csapdát, és igazán jó hangulatú, tartalmas rendezvénnyel rukkoltak elő a város kiemelkedő ünnepén, a Szent László napokon. A díjátadáson Szőke János operatőr kollégámmal ott voltunk mi is. Sziklahítű Szent László szellemiségét fölidézve, ünnepi szentmisével és koszorúzással tisztelegtek híres királyunk emléke előtt, a róla elnevezett csodálatos templomban, valamint szobra előtt Kőbánya önkormányzatának, közéletének, polgárainak képviselői. Az ünnepség sorozat nyitányaként a Kőbánya önkormányzata által odaítélt díjakat adták át. Majdnem sikeres, majdnem jelentős, majdnem példaértékű helyett valóban sikeres, valóban jelentős, valóban példaértékű, kőbányai kötődésű személyiségeket köszöntött beszédében Tékovács Óbert Antal polgármester. Soha se elégedj meg egy majdnemmel. Tanácsolta Kőbánya legismertebb és az ország egyik legtöbbek által olvasott írója, Moldova György. A majdnemmel ő sem elégedett meg. Ha így lett volna, akkor nem kap Kossuth és József Attila díjat, Prima Primissima díjat, Karinti gyűrűt. Mert a majdnem az eredmény tekintve, a kevesebbel, esetenként pedig a semmivel egyenlő. Ha csak a majdnem létezne, nem olvashatnánk novellát Mandarinról, a pongráctelepi vagányról, és nem lenne ott a könyvespolcok tízezrein a Magyar Atom vagy a Bűn az élet. Majdnem az angol válogatottat sem lehetett volna legyőzni 0-4-re Kőbánya testvérvárosában. Ahhoz az utolsó sípszóig hajtani kellett,
bár a 0-3 is parádés teljesítmény lett volna, történelmi győzelmet nem érne. A 0-3 lett volna a majdnem történelmi győzelem. Kedves kitüntetettek! Önök sem a majdnemek emberei. Ha azok lennének, mások ülnének itt díjazottként, és másokat ünnepelhetnénk. De önökben megvan a hit, az akarat, az önbizalom és a felelősségvállalás ahhoz, hogy végigvigyék mindazt, amit elterveztek. Önök azok, akik elég bátrak ahhoz, hogy pályakezdő zongoratanárként megosszák véleményüket egy-egy zenei előadásról a nyilvánossággal. Önök azok, akik erős piaci versenyben sem felejtik el, hogy egy gyógyszergyár fő küldetése a betegember gyógyulásának elősegítése, valamint a társadalom egészségének megőrzésében való közreműködés. Önök építik kitartóan a kapcsolatokat Kőbánya lakói és a hozzánk érkező külföldiek között, erősítve ezzel az egymás kölcsönös elfogadásának kultúráját. Önök álmodják tovább az immár hildíjas várost építészként, de önök tartják fenn Kőbánya közrendjét, tanítják a gyermekeinket és szervezik a közösség rászoruló tagjainak ápolását. Hiszen pontosan tudják, hogy majdnemekből nem lehet játszóteret, óvodát, iskolát vagy üvegből készített látványhidat építeni. A nyelvoktatásban sincs olyan, hogy majdnem, de a településrendezési tervet sem lehet majdnem elkészíteni. Az ember vagy megtanul angolul, vagy nem. Vagy elkészíti Kőbánya városfejlesztési stratégiáját, vagy nem. Ha önök a majdnemek emberei lennének, akkor a város díjait is csak majdnem kapnánk meg. Vagyis nem kapnánk meg. De mivel nem azok, ezért néhány perc múlva fogadhatják a tapsot, amely Kőbánya közösségének őszinte elismerését és köszönetét jelenti. Mert a majdnemeknek sosem szól taps. Az a megvalósított, kiemelkedő tettek és az eredmények jutalma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Az egyébként igen gyakorlatias rómaiaknak nem csak a vízvezetékeket, csatornákat, utakat köszönheti a világ, hanem a bölcseletet is. Cicero, a szónoklat nagymestere úgy hitte, hogy egy-egy nagy ember jósága mindenkinek közös menedéke szokott lenni. Szent Lászlót, a mi legendás védőszentünket jóságos, sőt kegyes királyként tartja számon a nemzeti emlékezet. Úrrá lett a káoszon, véget vetett a megosztottságnak, és egyúttal határozottan kijelölte az együttélés szabályait. A közösen betartandó normákat, amelyek egyszerre védték az emberi életet és a tulajdont, a fáradtságos munka gyümölcsét. Pedig a krónika szerint inkább áhítozott a mennyei koronára, sem mint a földire. De ha már a mennyei korona urának más tervei voltak vele, akkor teljesítette a rábízott feladatot, teljes odaadással uralkodott. Ha Szent László a majdnemek királya lett volna, valószínűleg nem ünnepelnénk most itt együtt. Akkor a magyarok országa nemhogy 1000, de talán 100 évet sem élt volna meg. A 11. században az ő jósága vált a formálódó nemzet közös menedékévé. 2022-ben az önök jósága válik egy kisebb közösség menedékévé. Ahogy a híreket olvassuk napról napra, jól érezhetjük mindannyian, hogy erre a menedékre most nagyobb szükség van, mint bármikor az elmúlt 70 évben. Kőbánya valamennyi polgára nevében gratulálok a munkájukhoz. Biztos vagyok abban, hogy önök a kitüntetés átvétele után sem válnak a majdnemek emberévé, hanem megmaradnak a tettek embereinek. Az elismerések talán legnemesebbikét, a Szent László díjat, dr. Solymosi Tarrenikő zenetörténész vehette át a zenetudományban végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként. Szóval úgy tűnik, hogy nagyon otthonosan érzi itt magát a Körösiben. Emlékek elő bújnak a falakból? Igen, ez nekem nagyon megható ide jönni, egyáltalán ennek a díjnak a híre is nagyon meghatott, hiszen én nem csak, hogy Kőbányán nevelkedtem, hanem egészen 27 éves koromig itt éltem, és én nagyon sokat köszönhetek Kőbányának. Itt a közelünkben ugye a Fataki tér egy számú ének-zene tagozatos általános iskolában töltöttem el 8 évet, és ez, én úgy érzem, hogy egy egészen nagyszerű alapot adott az én egész szakmai munkámhoz, az egész életemhez. Szóval
kiváló tanáraink voltak, szigorúak voltak, magasak voltak a követelmények, de hát jól megalapozták tényleg azt, amit később aztán csináltunk, vagy legalábbis amit én csináltam. Ugye hát az, hogy énekzenetagozatos általános iskola volt, egy ragyogó énektanárral, akit úgy hívtak, hogy Andrássy Erzsébet, úgyhogy rá különösen nagy szeretettel emlékezem. Ugye ez már rögtön jelentett egy kapcsolatot nekem a zenével, és ide jártam zeneiskolába is, ott is kiváló tanárom volt, Stojanovics Katalin, aki zongorára tanított, és aztán ugye ő iskolázott be, úgymond a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába. Szóval minden innen indult, és az a helyzet, hogy én mai napig is kicsit hát kőbányainak érzem magam, hiszen a szüleim, akik most itt is vannak, 92 éves az édesapám, és 81 éves az édesanyám, és itt vannak, eljöttek erre a diátadásra, szóval ők a mai napig itt laknak egy családi házban, és hát én természetesen rendszeresen jövök hozzájuk, és olyan hát büszkeséggel telt el, amikor látom, hogy itt mi minden fejlődik, mi minden szépül, csodálatos ez a templom itt, úgyhogy az mindig egy csodálatra késztet, de hát látom, hogy ez a művelődési ház, nem tudom most, hogy hívják te, akkor ugye művelődési ház volt, hogy ez is milyen szép és élettel teli, úgyhogy nagyon nagy öröm nekem, igen, visszajönni Kőbányára. Egyébként van olyan emléke, amit úgy dédelget, vagy időnként előhúz az emlékkosárból? Tehát, hogy hova szeretett járni fagyizni, vagy ilyeneket? Igen. Ugye itt a Pataki tér 1-es számú általános iskola közelében, ha jól emlékszem, Állomás utcának hívják azt az utcát, ott volt egy Lefkovics nevű, nem tudom, hogy van-e még, de volt az én gyerekkoromban volt Lefkovics nevű cukrászda, ahol, ha jól emlékszem, 50 fillérért már lehetett, meg 1 forintért, azt hiszem 1 forint 50 fillérért már valami fantasztikus nagy adag fagyit lehetett kapni, úgyhogy az egy nagyon kedves szórakozásunk volt persze, hogy iskola után együtt elmentünk. A cukrászda még megvan, már nem biztos, hogy 50 fillér egy gombóc, de a gombóc azért ott van. Egyébként barátok, kapcsolatok maradtak olyanok, amelyek aztán úgy az életében elő-elő bukkantak és Kőbányához kötöttek? Hát ez véletlenszerűen azt hiszem. Tehát volt olyan osztálytársam itt a Pataki egyben, aki szintén a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába jött tanulni. Egyébként éppen most találkoztunk néhány nappal ezelőtt, mert hogy nem is tudom, 42 éves érettségi találkozónk volt. Szóval hát főleg olyanokkal maradt meg a kapcsolatom, akik szintén zenei pályára mentek. Hogy érzi magát úgy, amikor nem itt van Kőbányán, hanem mondjuk tanít a Zeneakadémián, vagy előadásokat vezet, előadásokat tart? Hát én nagyon sok mindent csinálok, ugye valóban tanítok a Zeneakadémián, korábban negyed századon át tanítottam a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban, korábban ugye azt is Zeneművészeti Szakközépiskolának hívták, az is egy kiváló intézmény, most közel 100 hallgatót tanítok a Zeneakadémián, de emellett a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozatának vagyok a vezetője, ami nagyon nagy felelősség, gyönyörű, szép munka, hát ugye koordinálni ezeknek a kiváló tudósoknak a munkáját és a tagozat és az elnökség között egyfajta kapocsnak lenni. És hát persze, ami a szívszerelem, a legnagyobb csoda az életemben, az, hogy közvetíthetem a művészeteket, hogy segíthetek abban, hogy a gyerekek, nagyobb diákok megismerhessék nem csak a zenét, hanem a táncot, képzőművészetet, építészetet, mert hogy mi nagyon sok társművészetet is beépítünk, de persze ezek alapvetően koncertek. Tehát én most nem is tudom pontosan a számot, de hát azt hiszem, hogy most már több mint 600 koncertet szerkesztettem és vezettem a Pastorál, illetve a Felfedező úton című sorozatban, és hát ezeknek a látogatóinak a száma az már a 200 ezeret is meghaladta. Ráadásul 5-6 éve már, hogy a Pastorál című sorozatunk, ami a Pesti Vigadó dísztermében zajlik,
állandóan látható a televízióban is, két csatornán is, tehát ezekből televízió műsorok is készülnek. Úgyhogy nekem igazán azt gondolom, hogy ez az elsődleges. Tehát persze a kutatás is nagyon fontos, sok publikálás, írtam 5 könyvet, elsősorban ugye Lajta Lászlónak az életművét kutattam, tehát erről is tudnék beszámolni, vagy erről is tudnék mesélni, hogy egy-egy kutatás, egy-egy új dologra való rájövetel, valaminek a felfedezése, az mekkora nagy öröm az embernek, hogy micsoda flow-t tud ez adni, de én azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az én életemben az mégiscsak az, hogy ennyi gyerekhez nagyon magas színvonalon el tudtam juttatni azt a lehetőséget, természetesen nem egyedül, hanem a művész kollégáimmal, és hát elsősorban a mi művészeti vezetőnkkel, Záborszky Kálmán karmesterrel, aki ezt az egészet kezdeményezte. Tehát, hogy mi együtt el tudtuk hozzájuk juttatni azt a lehetőséget, hogy megmerítkezhessenek a művészetekben. Mert az a baj, hogy ez olyan természetes lenne, azt gondolja az ember, hogy ez olyan természetes, hogy egy szülő elviszi a gyerekét koncertre, operába, balett előadásra, kiállításra és sokféle más helyre, tehát vagy felhívja a figyelmét, hogy hú, milyen gyönyörű ez az épület, micsoda szép arányai vannak, stb. De hát a statisztikák mégiscsak azt mutatják, hogy nagyon sok gyereknek, túl sok gyereknek semmi ilyen élménye nincs. Az, hogy most a szülők egy nagy része ezt miért nem tudja megadni, anyagi oka van, érdeklődésbeli oka van, az az oka egyszerűen, hogy már ő sem kapta meg gyerekkorában. Tehát most ezt lehet elemezni, de szerintem nem ez a lényeg, hanem hogy kezdjük el, csináljuk. És mi 1997 óta csináljuk a Pastorál sorozatot, az egy ilyen családi hangversenysorozat, de mondom, a kezdetektől nagyon hangsúlyosan jelen volt a tánc, és a vetítés, és versfelolvasás, és szóval tehát egy ilyen nagyon komplex dolog, és akkor ennek a tapasztalatai alapján tudtuk elkezdeni 2011-ben ezt a Felfedező úton sorozatot. Ez azt jelenti egyébként, hogy évente körülbelül 12 000 diáknak nyújtunk programot, mindig valami teljesen új dolgot, és hát aki oda szakember vagy a sajtó részéről eljön, az mindig megdöbben, hogy érjük el azt, hogy ilyen fegyelmezettek a gyerekek, hogy ott egy pisszenés nincs, ott senki nem nézi a mobiltelefonját. Hát persze, hogy nem. Hát hogyha érdekes a műsor, hogyha magas színvonalon szólalnak meg ezek a muzsikák, hogyha életében először láthat balettet, vagy modern táncot, vagy olyat is csináltunk már egyébként, hogy cirkuszművészek, ifjú cirkuszművészek léptek fel, és ez volt fantasztikusan összehangolva klasszikus zenei alkotásokkal. Tehát nekik ez olyan élmény, hogy persze, hogy nem foglalkoznak mással, hát látszik rajtuk, hogy minden pillanatra éhesek. És mivel megszokták azt tapasztalták, hogy ezek nagyon érdekesek, hogy nekik ezek a programok hát óriási élményt okoznak, hogy tényleg örülnek, vastaps van, és csillog a szemük, és ezért aztán lehet látni rajtuk a következő évben, mert ugye ugyanazok a gyerekek jönnek, hogy úgy jönnek be a terembe, hogy hát ünneplőben természetesen, de látszik az arcukon, hogy ők ezt várják. Tehát emlékeznek arra, hogy ez jó volt, és tudják, bíznak benne, hogy most is jó lesz. És szoktam mondani, hogy aki azt terjeszti, hogy a gyerekek, pláne kamaszok, ugye, az a legnehezebb azért, valljuk meg, tehát, hogy mondjuk a kamaszok nem szeretik a komoly zenét, vagy nem szeretik az értékes művészeteket, csak az ilyen, hát ilyen iparszerűen létrehozott, úgymond művészeteket, ugye ez a tömegkultúrát. Tehát ezeket büntetni kellene, aki ilyet mer terjeszteni, mert a gyerekekben, diákokban a minőség iránti érzék az nagyon erős. És hogyha hirtelen ez úgy megcsapja őket, és látják rajtunk is, hogy nekünk ez milyen fontos, és hogy mennyi lelkesedést teszünk bele, mennyi munkát teszünk bele, azért ez mindig érződik, hogy valamiben van-e munka, vagy csak úgy improvizálnak. Ugye? Tehát mi beletesszük a munkát, én magam rengeteg munkát teszek bele, tehát a szövegek megírásába, a képanyag összeállításába, egyáltalán a szerkesztésbe, vagy az igazgatóra abban, hogy tényleg kit kérjünk meg, milyen művészt. Szóval ez egy nagyon, nagyon sok rétű dolog. Tehát hogyha ezt érzik, hogy nekünk ez fontos, és mi hiszünk benne, akkor már ez önmagában átragad rájuk. De annyi csodálatos dolgot tudnék mondani, hát az, hogy értékes zenéért lelkesednek, az egy dolog. De az, hogy például csináltunk egyszer egy olyan koncertet,
amit direkt filmzenével, amerikai filmzenével kezdtem, ritkán szoktam ilyet csinálni, de itt ezt tartottam jónak, egy nagyon nívós filmzene szólalt meg, tudtam, hogy azt ismerik. És utána azt akartuk bemutatni, és sikerült is persze, hogy az a szimfonikus zenekar, az az apparátus, ami ezt előadja, ezt az általuk jól ismert zenét, az tulajdonképpen a zenetörténet folyamán hogyan alakult olyanná, amilyen ma. Na, és ezután én megkérdeztem néhány kamasz diákot, mert ez 10-től 18 éveseknek volt ez a program, hogy hát mi tetszett legjobban ebből az 50 perces műsorból. És hát persze, hogy azt gondoltam, hogy nyilván azt fogják mondani, hogy a John Williams az elejéről, ugye a filmzene, tehát majdnem biztos voltam benne. És senki nem mondta ezt, hanem által a legtöbben Dubrovai László, egy ma élő, kiváló kossuthdíjas zeneszerző, egészen friss alkotását nevezték meg, amiből bemutattunk egy tételt, ez egyébként a Faust az elkárhozott című balettje ugye a mesternek, Dubrovai Lászlónak. Vagy például emlékszem arra, hogy Lajta Lászlónak a 7. szimfóniájából eljátszottuk 6000 diáknak, tehát összesen 18 vagy 19 alkalommal, mert ugye ez a 6000 diák, ez 300-asával jön. És eljátszottuk a 3. tételt. Ez az a tétel egyébként, ami 1956-ra egyértelműen reflektál, és a végén megszólal a magyar himnusz eleje, és akkor azt így, tehát ahogy a szovjet csapatok itt mindent szétvertek, ugye ezt a dicsőséges forradalmat és szabadságharcot, ugyanúgy a himnuszt verik szét, ugye ezek az erőteljes akkordok a zenében. És na most ez azért egy olyan zene, ami a felnőtteknek is, hogy mondjam, szóval nem minden felnőtt sem tudja ezt befogadni. És többenetes volt az a nyitottsága, hogy ezek a kamaszok ezt fogadták, az a vastaps, ami utána következett. Jó, persze, ehhez meg kellett ágyazni neki. Tehát képek kivetítésével el kellett tudni mondani azt, hogy ez mikor keletkezett, miért keletkezett ez a darab, miért ilyen ez a darab, mi a különlegesebben a darabban. Tehát ugye ez a fajta ismeretterjesztés, ez nagyon fontos, de az ismeretterjesztés csak akkor értelmes, csak akkor hasznos, szerintem, tehát én nem is szeretem ezt az ismeretterjesztő szót, hogyha ez beavat, tehát hogyha az élményt növeli. Tehát soha nem a balagyféltekének szóló ismeretek, adatok a fontosak, hanem az ismereteknek azt az élményt kell tudni elősegíteni, amit a jobb agyfélteke, minden is ebben nem akarok belemenni, de szóval, hogy az mi az embert, vagy a diákokat, most mindegy, hogy milyen korosztályról van szó, de teljességükben szeretnénk megszólítani. Tehát nem csak intellektuálisan, hanem emocionálisan is. Tehát milyen szeretnénk hatni rájuk. És én azt tapasztalom, hogy ez sikerül. Na most a Magyar Művészeti Akadémia számára olyan fontos ez a mi programunk, hogy támogatják, és most elindult az, hogy már más kerületekbe is vihetjük. Tehát egyre több kerületben fog ez megvalósulni. Akár Kőbányán is? Én nagyon remélem. Hát az a cél, hogy minél több helyen. Most természetesen az, hogy ezt mi magunk csináljuk, tehát a mi kiváló zenekarunk, a Szent István Király Szimfonikus Zenekar, vagy most már az a neve egyébként, hogy Szent István Filharmonikusok, meg a Magyar Táncművészeti Egyetemnek az ifjú táncosai. Tehát nyilván a mi stábunk arra nem képes, tehát fizikai lehetetlenség, hogy mindenhová mi jussunk el. De azt gondolom, hogy mi tudunk egy lökést adni, vagy egy példát adni, és mindenütt ki kell alakítani ennek a módját, azt a módját, amit a helyben lévő művészek meg tudnak valósítani. De az, hogy minden gyerek, tehát ugye, ahogy Kodály mondta, tehát mi teljesen Kodály Zoltán szellemében dolgozunk, tehát hogy tényleg minden gyerek kapja meg a művészettel való találkozásnak a lehetőségét, hát ezt most ilyen szakszerűen fogom mondani, hogy a szociokulturális hátterétől függetlenül, tehát teljesen függetlenül attól, hogy milyen családba született. Hogy a papának, mamának van egy hatalmas könyvtára, és természetes, hogy színházba járnak, vagy koncertre járnak, vagy éppen hát mindebből semmi nincs meg. Tehát ez nem szabad, hogy befolyásolja a dolgot. Ugye Kodálynak az egyik legfontosabb mondása, amit, vagy hát ilyen útmutatása, amit én mindig szoktam idézni, az volt, hogy az, hogy
ugye sokszor egyetlen élmény megnyithatja a fiatal lelket a zenének, de ezt nem szabad a véletlenre bízni. Tehát ezért, mert az, hogy most, tehát az egy véletlenszerű dolog, hogy ő hova születik. Tehát azért, ugye Kodály is az ő egész nevelési koncepcióját az általános iskolákra bízta. Miért? Mert mindenki jár általános iskolába. Most ez a mi felfedező programunk, ez ugye olyan, hogy itt óvodás nagycsoporttól, általános iskola, ugye alsó tagozat, felső tagozat és aztán gimnázium, szervezetten hozzák iskola időben a diákokat. Tehát nem marad ki senki belőle. Szóval ez egy csodálatos, most erről nagyon sokat beszéltem itt hirtelen, szerintem látszik, hogy nekem ez egy szívszerelem, de hát igazából persze a többi munkám is szívszerelem, mert annál szerintem nincs csodálatosabb dolog, mint hogy egy egyetemen az emberre rábíznak fiatal művészpalántákat, és én, mint zenetörténész, mint az ő tanáruk, aki 3 éven keresztül az általános zenetörténetbe bevezetem őket, befolyásolhatom azt, hogy ők hogyan gondolkodjanak. És nem csak az, hogy hogyan gondolkodjanak, hogyan érezzenek. Szóval egyébként a emlékezetesebb alkalmak azok, amikor, és tudom, hogy nem csak a tanárnak, hanem a diáknak még inkább, tehát az azok, amikor egy tanár meri megmutatni, hogy ő mit érez, hogy ő hogyan hatódik meg egy zeneműtől például, egy opera részlettől. És ez valahogy, ez az emóció, ez átragad a diákokra, és ők ettől gazdagabbá válnak, mint ahogy én is így gazdagodtam. Hogy az én nagyszerű professzoraim a Zeneakadémián, vagy korábban már itt Kőbányán, ugye a csodálatos tanítóim, tanáraim, az emberi mi voltukat is mintegy odaadták. Tehát a tanítás az ugye az nem egyszerűen egy ilyen mesterség, egy szakma, egy foglalkozás, egy kipipálandó feladat, hanem akkor az igazi, hogyha az ember a teljes szívével, lelkével ott van. És az egész személyiségét adja. A Kőbánya díszpolgára címet dr. Hodász Istvánnak, az Égész Gyógyszergyár hosszú éveken át vezérigazgatójának ítélte oda a képviselőtestület. Emlékszik még, hogy került Kőbányára? Hát igen, hiszen az első munkahelyem az éppen Kőbányán, Újhegyen volt, egy magángyógyszertárban. Egyébként kőbányai szempontból érdekesség, hogy ez volt az ország második magángyógyszertára, és az első olyan, ami barnamezős beruházással készült, ami azt jelentette, hogy az urboltot alakítottak át gyógyszertárra. Ez egy nagyon izgalmas feladat volt, és egyébként pedig ebből az időszakból nagyon szép emlékeket őrzök a kőbányai emberekről. Szeretett egyébként patikus lenni? Patikus úgy szerettem lenni, hogy azt szerettem, hogyha az emberekkel, ugye mi úgy mondjuk, hogy a betegekkel találkozik az ember, a galenikus készítményeknek a elkészítését a színfonak mögött már kevésbé kedveltem, de nagyon jó volt érintkezni a lakossággal, és azt nagyon élveztem. És amikor már vezetője volt egy hatalmas nagy gyógyszergyárnak, több ezer ember főnöke, ha úgy tetszik, akkor a különböző folyamatok, gyártási megoldások, mérlegelése közben néha fölsejlett az, hogy valójában ezek hova kerülnek? Hogyne, természetesen. Ez nagyon-nagyon jó volt számomra, hogy így közvetlenül érintkezhettem a betegekkel, a vevőkkel, hiszen sokkal jobban ismertem az igényeiket, azt, hogy mik azok a problémák, amik foglalkoztatják őket, és mire kell figyelni egy gyógyszerfejlesztés közben, különös tekintettel akár a betegtájékoztató megalkotására, hogy könnyen érthető legyen számukra az a mellékelt tájékoztató, ami alapján a gyógyszer bevételét megtudják, illetve hát nagyon fontos volt látni azt is, hogy a betegek milyen típusú gyógyszerekre igazán igényeltek, tehát milyeneket igényelnek igazán. Kőbánya egyébként az ön regnálásának tapasztalatai alapján milyen otthona az Égisznek? Hát ugye az Égisz gyógyszergyárt Kőbányán alapította több mint 100 évvel ezelőtt, 1913-ban Balla Sándor gyógyszerész, úgyhogy mi már nagyon régóta vagyunk Kőbányán, és hát ezt az emléket, illetve hát ezt a hosszú történetet pont a vezérigazgatóságom alatt örökítettük meg, hiszen ekkor ünnepeltük 2013-ban a centenáriumát a alapítási
évfordulónak, és hát rengeteg dokumentumot, tárgyi emléket gyűjtöttünk össze, nyilván szakmai szempontból is, de a kőbánya és az Évíz gyógyszergyár kapcsolatáról is. Milyen dolog gyógyszerek tömegét gyártani, fejleszteni, kutatásokban részt venni? Milyen vízió az, ami ilyenkor megfogalmazódik a profikban? Alapvetően minden tudásunkat arra fordítjuk, hogy az emberek egészségben élhessenek hosszabb életet. Tehát gyakorlatilag e körül, tulajdonképpen misszió körül formálódik mindaz a tevékenység, amit a gyárban végzünk. Ennek megfelelően végezzük el a kutatásfejlesztési tevékenységeinket, beruházásokat a gyártásban is. Ugye Kőbányán nagyon komoly gyártási kapacitásunk van, mind hatóanyaggyártás, mind pedig kézgyógyszergyártás tekintetében, és ennek megfelelően pedig igyekszünk megszolgálni ezt a missziónkat, hogy ténylegesen az emberek egészségét tudjuk szolgálni, hogy egészségményesenek minél hosszabb életet. Egy vezérigazgatónak rengeteg dolga van, sok-sok órát kell tölteni a munkával. Arra volt ideje, hogy mondjuk néha csavarogjon Kőbányán? Hát ez egy nehéz kérdés, csak a szabad időmben tudtam megtenni. Nekem kedvenc helyem itt a Kőbánya központja, a közelében levő park, ahol füles baglyok szoktak áttelelni, úgyhogy azt minden évben meg szoktam látogatni, ott a tujákon szoktak ücsörögni napközben is, úgyhogy nagyon jól meg lehet őket figyelni. Hát ez már egy csoda, hogy erre sikerült egy kis időt szakítani. Egyébként mennyire stresszes dolog nagy főnöknek lenni? Hát nyilván az ezzel való, tehát ez egy stresszes munka, ezt a stresszt kezelni kell. Számomra éppen a madarak jelentik a megfelelő kezelést. Hétvégente kimozdulok a természetbe, és figyelem a madarakat. Többek között az itt Kőbányán is megtalálható madarakat, ahogy említettem, az erdei fülesbaglyok, de vidékre is szoktam járni. Úgyhogy ezzel tudom azt az egyensúlyt megteremteni, ami hozzásegít ahhoz, hogy józan és bölcs döntéseket hozzak a vállalat vezetése során. A Kőbánya rendvédelméért címet Tóth Béla László nyugállományú rendőrezredes, a Kőbánya közbiztonságáért közalapítvány elnöke vehette át. A katonás rendhez szokott embernek egy ilyen ünnepség mit jelent? Hát először is azért nagyon sokat, mert most már 7. alkalommal történt az meg, hogy a rendvédelmiekkel kapcsolatosan, tehát rendvédelmi szervetek szalagtűzést kaptak Kőbánya önkormányzatától, és ezt annak idején a polgármesterről indítottuk együtt, és ez most már nagyon szép kört ért el, tehát 7 rendvédelmi szervezet, egy katonai szervezetet tüntettek ki, tehát ezért nekem szívmelengető volt a katonáknak a bevonulása és a kezdés. Aztán utána jött egy másik szívmelengetés, ami meg már személyes volt, és a kőbányai közrendvédelemért végzett tevékenység elismerése volt. Ez nagyon egyszerűen, hogy üt be nálad? Hát megmondom őszintén, hogy nagyon ütött. Tehát amikor ezt az e-mailt megkaptam, hogy a Kőbánya rendvédelmért díjat kapom meg a díszpolgáriátadón, azért ez egy, hát valóban olyan szívmelengető volt. És ugye nekünk volt egy közös riportunk annak idején, és az volt a cím, hogy nincs deficit. Hát én azt hiszem, hogy most már teljesen nincs deficit, mert ez egy olyan díj, ami itt átadva a kőbányai közvélemény előtt ilyen megtisztelő módon, hát ez nem egy átlagos történet, és 12 éve dolgozom a rendvédelemért Kőbányán, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megtisztelő, és hát ugye az, hogy a testület ezt megszavazta, és ilyen módon átadták, ez egyszerűen nem lehet, nincsenek szavak. A neveddel egybe kapcsolódik a rendvédelmi nap, amely ugye szintén ebben a kategóriában működik, de most már jó néhány éve egy olyan folyamat, amely tulajdonképpen hova vezet? Szóval milyen változásokat érzékelsz? Hát az a helyzet, hogy 12-t szerveztem meg a csapatommal, nyilván ez egy nagyon nagy csapatmunka,
Ugye a 13. az elmaradt, tehát 13-at szerveztem volna, de a 13. hogy Covid miatt egy kimaradt, a 13. rendben, és most a 15. lesz. Őszintén mondom, hogy nem csak a díjra tekintettel, meg hogy most ilyen megemelkedett hangulatban vagyok, vagy lelki állapotban, de óriási méretű napoknak nézünk elébe augusztus végén, soha nem látott formációkkal, bemutatókkal, tehát kicsit a jubileumot is ünnepelve, és még ezt szeretnék hozzátenni, amit beszéltünk polgármester úrral, hogy a hagyomány nagyon fontos. Tehát ennek olyan hagyománya van a Kőbányai rendi napnak, ami egyedülálló az országban, ne féljünk ezt elmondani, és mindenki nagy szeretettel jön ide, most több mint 50 kiállító fog jönni idén, szervezet és bemutatóval, szóval egyszerűen ez egy olyan hagyomány Kőbányán, ami egészen elképesztővé vált. A Szent László napi ünnepi szentmisét celebráló Balog Attila atya arról is beszélt, miként állítja példaképként a fiatalok elé a sziklahitűnek is nevezett királyt. Gyakran jönnek be, gyerekek, és mindig a fiú gyermekeknek szoktam azt mondani, hogy te, mint fiú, legyél majd igazi férfi, mint amilyen Szent László király. És az igazi férfi micsoda? Az az igazi férfi, aki a hitnek az őrzője. Az az igazi férfi, aki a hitnek az erejét tovább tudja vinni és tovább tudja mutatni családjára. Gondoljunk csak abba bele, amikor egy gyermek meglátja az édesapját. Meglátja az édesapját letérdelni, és látja, hogy átszervezünk arra az édesapját beszélget valakivel, akit ő nem lát. Abban a pillanatban a gyermekben megszületik az igaz hit. Az a hit, amelyet Szent László király is megélt és képviselt. Úgyhogy így ezen a mai csodálatos ünnepen, amikor mi magunk kicsit Kőbányán szeretnénk szikla hitre építeni családjainkat, közösségeinket. Szeretnénk továbbadni és továbbvinni mindazokat, amelyeket itt megéltünk Kőbányán, akár a különböző közösségeket, akár a különböző imádságos kapcsolatainkat, akkor legyen bennünk mindig a hitnek az ereje, és legyen bennünk az a gondolat, ha csak mustárban hitem lenne, akkor már egyenlőbb tudnék mozgatni. Szent László király, légy védelmezőnk, légy Kőbányának, magyar hazánknak, magyar népünknek, jutalmazója. A Fidelio.hu is közreadta, hogy 87 éves korában elhunyt Haraszti István, Munkácsi és Kossuth díjas szobrászművész, a magyar mobil szobrászat közkedvelt alakja. Haraszti István, közismert nevén Édeske, 1934-ben született Pest-Szent Imrén, 53-ban kezdett festeni, később 60 és 70 között a Dési Huber körbe járt fejleszteni képzőművészeti alapismereteit. Mestere Laborc Ferenc volt. Kenyerét hosszú ideig tanítással kereste, majd 67 és 89 között belső építész lett a Délpesti Vendéglátóipari Vállalatnál. A kultúra.hu teszi közé a felhívást, meleg van, menjetek múzeumba! A nagy nyári kiállítás ajánló első körben 10 lehetőséget kínál a honlapon. Jó, hogy itt voltak velünk, a Kultúrcseppek Délpestről ezúttal meginvitálta önöket egy bensőséges és sok szempontból tovább gondolásra késztető eseményre jelesül a Kőbányán Szent László napi ünnepségsorozat részeként tartott díjátadásra. A publikumnak alkalma volt eltűnődni például a nemrég elhunyt Moldova György munkásságának jelentőségén, Szent László király egyéniségének példakép üzenetén, az idei Szent László díjas Solymosi Tari Emőke munkásságának gazdagságán, vagy a Kőbánya díszpolgárának választott Hodász István történetén, amely érzékelteti, milyen vállalati kultúra elvei vezérlik egy felsőszintű top menedzser napjait. Most már csak annyit,
Következő műsorunkra is várjuk Önöket, addig is minden jót mindenkinek!